Kőműves Tímea már jelenve is el tudja mondani siket és nagyot halló ismerőseinek, mit csinált szombaton, pedig csak három és fél hónapon át, heti két órában tanulta a jelnyelvet. Voltak olyan jelek, amiket könnyű volt és szinte egyértelmű volt megjegyezni, viszont voltak olyanok is, amik egy picit nehezebben mentek, illetve hát ugye arra kell oda ügyelni, hogy nagyon sok hasonló jel van, és akkor ezeket megkülönböztetni nem mindig egyszerű. Az Óbecsai Népkönyvtárban megszervezett alapokú jelnyelvi tanfolyamon 12-en vettek részt. Ők 800-850 jelet tudtak elsajátítani a kurzuson. A résztvevők kedden egy vizsgán tettek tanúbizonyságot a tudásukról. Nem tempó, a volt i mogu reći zabavno, jako dobra bila grupa cela. Az óbecsei siketek és nagyot hallók rendszeresen összejönnek társalogni a harmadik helyi közösség termében. Most először vettek részt ezen a találkozónak a résztvevő résztvevői is, akik elsősorban közalkalmazottak. A vajja projekt egy jákol de a bukaványi küljük számára, akkor nem pont, amit nálkozik, de maga, de kommunicirat. A sorrendben hatodik jelnyelvi kommunikációs tanfolyamot a Községi Egészségügyi Tanács szervezte az önkormányzat támogatásával. Jovan Bujkov több mint 30 éve dolgozik jelnyelvi tolmácsként. A tanfolyamon is ő tanított. Ő egyébként az Óbecsei Siketek és Nagyot Hallók szervezetének titkára. Imali smo volju i želju da ovaj, pomognemo naravno licima oštećenog sluha i naša želja se provodila kroz prvi ciklus obuke za znakovnog jezika, lica koja su u neposrednom i direktnom kontaktu sa njima. Znači to su u principu šalterski radnici u pošti, u sudu, u banci, u domovima zdravlja. Az elkövetkező időszakban más vajdasági városokban is várható hasonló képzés.